Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Kolontáron a Vörösiszap katasztrófa 5. évfordulójára emlékeztek. Mai magazinunkban elsőként erről számolom be Önöknek. Ezen a napon együtt gyászolunk. A mai napon együtt emlékezünk erre a tragédiára. A kerek évforduló miatt ismét a média érdeklődésébe kerültünk, újságcikkek, riportok, tévéműsorok készültek és készülnek. Teszik a dolgukat. Tették ezt 5 évvel ezelőtt is, hisz nélkül nem tudtak volna annyian segíteni rajtunk. De véleményem szerint semmilyen újságcikk, riportfilm nem tudja hitelesen tükrözni azokat az érzéseket, amelyet szívünkben hordozunk, és amelyekkel az elmúlt években magunkra maradtunk. A katasztrófa pusztítását, az anyagi károkat és a lelki fájdalmakat próbálta enyhíteni a segítőkész emberek, civil szervezetek, egyesületek, cégek, és nem utolsó sorban a kormány és hivatalai. Összefogtak és segítettek. Jó érzés látni a megemlékezők között olyan személyeket, akik 5 évvel ezelőtt ismerték meg Kolontárt. Segítette azóta, minden évben visszatérnek hozzánk. Külön szeretném köszönteni az értieket. Köszönjük a barátságukat. Összefogtunk, és segítettünk egymásnak. Összefogott az ország, a világ. Emberfeletti küzdelem, kitartás, együttérzés volt tapasztalható. Mindeközben sokak szívében mérhetetlen fájdalom. Hálások voltunk és vagyunk a mai napig a segítséget nyújtó kezeknek. Bár ne lett volna rájuk szükség. Bár csak meg lenne még az a ház. Emlékszel? Azt vitt el az iszap. Bár csak élne még. Ehhez hasonló mondatok minden kolontári családban talán ma is előfordulnak. Vannak, akik még ma is küzdenek. Vannak, kik még ma is keresik a felelősöket. Lehet, hogy számukra így jobb, így a könnyebb. Sokan már beletörődtek, talán már túljutottak fájdalmaikon, sérelmeiken. Mindenki más. Mindenki másképp él meg történéseket, másképp dolgoz fel fájdalmat, veszteséget. Erre a megemlékezésre mindenki önszántából jött el. A jelenlévő fontosnak érzik, hogy újra együtt legyen az évfordulón. A távolmaradók másképp gondolják. Ezt el kell fogadnunk, és tiszteletben kell tartanunk. Aki itt van, merítse lelki erőt a másikból. Itt és most újra érezheti, hogy nincs egyedül, bánatával. Beszélgessünk a mellettünk állóval. A múltat nem felejtjük, de túl kell lépnünk azon. Kik itt vagyunk, lelkileg megerősödtünk, hisz szebben tudunk nézni a fájdalmunkkal. Legyünk bizakodóak, hogy ehhez hasonló tragédia többet nem fordulhat elő. Tegyünk meg mindent azért, hogy gyermekeink, unokáink előtt példaértékűvé váljon, miként kezdtünk új életet, mert van élet az iszap után. Ehhez kívánok minden jelenlévőnek jó egészséget, hitet és kitartást. Tudjuk, hogy a katasztrófa után Magyarország kormány is azonnal a bajba jutottak megsegítésén fáradozott. Hatalmas szerepük volt abban, hogy valamennyi házat elvesztő károsultnak megoldották lakhatásukat. Nagy tisztelettel köszöntöm a település lakói nevében dr. Kovács Zoltán államtitkár urat. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. Felkérem, megemlékező beszédet mondja el. Köszönöm a figyelmet. Estét kívánok, tisztelt emlékező egybegyűltek! 5 évvel ezelőtt délután az országgyűlés szavazása készülődött. Ékes József, akkori országgyűlési képviselő ennek a térségnek, szólt, hogy nagyon nagy a baj Kolontáron, Devecserben. Kiömlött a Vörösiszap, emberi áldozatok vannak, és hát intézkedni kell. Lasztovica Jenő volt akkor a Megyei Védelmi Bizottság elnöke, elkéreckedtünk az országgyűlésből, és azonnal
ide siettünk, de minden képzeletet felülmúló volt az, amivel mi itt találkoztunk. És talán a helyben élőknek egy kívülálló szemétől eltérően még nehezebb volt ezt megélni, hiszen ezt nem lehetett megélni. Ha visszagondolnak, abban az időben, ezen a tájon a 9 szörnyű haláleset mellett még 286 személy sérült meg. A településeken, illetve az őket mentő tűzoltók közül, vagy rendőrök közül. Tönkrement életek, tönkrement családok, tönkrement ingatlanokról beszélhetünk. Ma talán sokan találkozunk az interneten azzal, hogy felteszünk régi fényképeket. A családról, gyerekkorunkról, akik itt éltek, Vörösiszap mindezt elmosta, elvitte. Elvitte a tárgyi emlékeket, a gyermekek játékait, a hozzánk közel álló tárgyakat, a valamikori közös emléket egy házaspárnál, ami többet nem visszahozható. De ami a legnehezebb dolog, hogy tisztelt halottainkat sem hozhatjuk vissza, és a lelki sebeket sem lehet talán soha begyógyítani. A táj megújul, itt 4000 hektár volt, amit elöntött a Vörösiszap, abból több mint 1000 hektár volt, ami mezőgazdasági rendeltetési föld volt, kicseréltük. A kormány azonnal helyt állt ebben a szörnyű katasztrófában, hiszen pillanatok alatt átvette az irányítást, és lehetőség szerint segítségére sietett minden bajba jutottnak. Devecserben 111 új épület épült, több mint 100 új ingatlant, vagy használt ingatlant vásároltak azok, akiknek tönkrement a háza, az élete. És a mezőgazdaságban foglalkoztatottakkal több szerződést kötöttek arra, hogy a mezőgazdasági károkat megtérítsék. Ezen kívül a vállalkozási szférában kötött az állam szerződéseket. És ha visszagondolunk, a világon bárhol ez nem így történt, hanem megvárták hosszú éveken keresztül, hogy majd a bíróság valamilyen formában megtalálja a felelőst, megítéli a kártérítéseket. Itt pedig pont fordítva történt, hiszen tudjuk, aki gyorsan ad, kétszer ad. Itt tett a magyar kormány is, segítségére sietve a bajba jutottaknak. Tisztelt emlékező közösség, az elmúlt 5 esztendőben sok minden megváltozott, megújultak az utak, új csatornák épültek, új középületek, fiatalokra gondolva sportpályák, orvosi rendelők, művelődési ház felújítása. Tehát a tárgyi környezetünk az mind-mind megújult az elmúlt időszakban, megújult a természeti környezet is, de egyetlen egyet nem tudtunk, vagy nagyon nehezen tudunk majd hosszú-hosszú évek után helyreállítani, ez a lelki béke. És talán ez a legnehezebb minden ilyen esemény sor után, mert ma sem találjuk ma sincsenek megnevezve a felelősök. Hosszú évek pereskedése után sincs még felelőse ennek a szörnyű katasztrófának. Az emberek nem bosszúért kiáltanak, hiszen emberek vagyunk, hanem szeretnék tudni, hogy ki és mi juttatta őket erre a sorsra, vagy itt éltek Kolontáron, és itt éltek Devecserben, vagy a szomszéd településen. Én mégis mindezek ellenére azt mondom, hogy mindenki találja meg az új életét itt Kolontáron, vagy a szomszéd Devecserben, hiszen az élet, ahogy szoktuk mondani, egy-egy haláleset után is nem áll meg. Folytatni kell azt, amit elkezdtünk, amiért mi emberek vagyunk, azért, hogy mi a jövőben vetett reményteli hitünkkel építsük tovább Kolontárt, építsük a gyerekeinknek, építsünk az unokáinknak, és jöjjünk el minden esztendőbe ide ebbe az emlékparkba, hajtsuk meg a fejünket itt az emlékműnél, halottaink emlékére,
áldozataink emlékére, az itt lévő településrész emlékére, és figyelmeztessük a jövőt arra, hogy az emberi kapzsiság, a nem törődömség milyen károkat okozhat a társadalom, az emberek egy-egy település életében.